Több táncsoporttal jöttünk, és én is már lassan 8 éve táncolok, nagyon szeretek táncolni. Eszter és Csenge nem először vesz részt ezen a megmérettetésen, néptánc kategóriában indultak. A Zagyva banda nem csak nekik, hanem közel 900 gyermeknek húzta a talpalávalót egész nap a Leveleki iskola tornatermében. Néptánc, modern tánc, társas tánc vagy éppen hip-hop táncokat is minősítettek. Nagyon sok díjunk van, sok felajánlásunk, de a legfontosabb az, hogy minősítéseket adunk. Arany, ezüst és bronz minősítést a legjobb csoportoknak, egyéni szólistáknak vagy egyéni kisművészeknek. Ezzel akarjuk motiválni a gyerekeket. Az óvodásoktól egészen a szépkorúakig mutatták meg tudásukat a fellépők és versenyzők. Én már sokat gyára vagyok ezen a versenyen zsűriként, és mindig folyamatos a szakmai fejlődés, azt veszem észre. Eddig nem mindig volt zenei kíséret, most már csak zenei kísérettel fognak táncolni a gyerekek, az is nagyon jó. Amiket mondunk a zsűri tagokkal közösen, szakmai iránymutatásra, szerintem azt megfogadják, és ezáltal fejlődik a verseny színvonala, és ügyesebbek lesznek a gyerekek is. A Leveleki Gárdonyi Géza általános iskolában a képzőművészek munkáit is értékelték. A tánc a lélek rejtett lelke témában mutathatták meg a gyerekek a rajztudásukat. A mesemondók és a zongoristák pedig a település művelődési házában mérettették meg magukat. A zongoristák több mint 80-an két szabadon választott darabot adtak elő. Körülbelül 1000 ember érkezik most településünkre, és hát remélem, hogy jól fogják magukat érezni, és örülünk, hogy vendégül láthatjuk őket, megmutathatják itt tehetségüket, bemutathatják tudásukat, úgyhogy örömmel fogadtuk, hogy a szervezők úgy gondolták, hogy a Levelek település alkalmas helyszín, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvényt itt megrendezzenek. Tavaly még online rendezték meg a művészeti versenyt, idén mindössze két tiszadobi csoport jelezte, hogy az internet segítségével vesz részt a programon, míg a többiek személyesen mutatták meg produkcióikat.